mindig borzasztó érzés 5 gólt kapni, különösen, hogyha 3-at szerzett előtte a csapat, és különösen, hogyha Dombó Dávid igazából egyikről sem tehetett. Hogyan élted meg ezt a mérkőzést, mi múlott ez a találkozó? Hát ugye 3-0-es vezetésnél szerintem senki nem gondolta volna, hogy ennek 5-3 lesz a vége. Azt azért nyilván én sem gondoltam, hogy 3-0 lesz a vége, tehát hogy 3-0-ra fogunk nyerni, hogy megszereztük a vezetést, de erre se gondoltam. Igazából a Fehérvár pillanatok alatt tudott 2 gólt rúgni, utána viszont még be tudtunk jönni úgy ugye a szünetre, hogy előnnyel, utána viszont érthetetlen módon megint olyan hibákat csináltunk, amiket meg a Fehérvár kihasznált, úgyhogy nagyon nehéz utána a mérkőzésre mit mondani, főleg úgy, hogy 3-0-ra vezettünk, ahogy mondtad. Tényleg nehéz szavakat találni most. A szünetben lett volna lehetőség stabilizálni a helyzeteteket, ott ugye a kezdeti rohanás egy kicsit alább hagyott már az első félidőnek a további részében. Mi volt az oka szerinted annak, hogy ez nem sikerült most? Igazából a félidőben ugye próbáltuk azt megbeszélni, hogy hol kell megfogni a Fehérvárnak a támadójátékát, hiszen azért érezni lehetett, hogy próbálnak támadni. Második félidőben én úgy érzem, hogy azért viszonylag egész jól, bár ugye nyilván nem lehet ezt mondani, hiszen a második félidőben is kaptunk 3 gólt. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz mit mondani, abszolút nem ezt éreztem, főleg az első negyed óra 20 perc után, hogy ez benne lesz a mérkőzésbe. Mondhatnám azt, hogy most meg kell nézni ezt a meccset újra, és ki kell elemezni a hibákat, de nagyon nehéz most erre tényleg bármit is mondani. Végezetül egy érdekesség, a kedves nézők nem láthatták, de Loik Négo neked adta a mezét a mérkőzést követően. Van esetleg ehhez kapcsolódó különleges történet? Igazából a jó NB1-es játékosoknak a mezeit próbálom megszerezni. Nyilván a Négót is egy jó játékosnak tartom. Nagyon rendes volt, hiszen odaadta a mezét.